Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit látsz a csészében? Bepillantunk a kávés pohárba. Először én elmondom azt, hogy számomra mit közöl ez a kép, mit látok én a csészében, és kérlek írd le a kommentárba, hogy te mit látsz ebben a kávés csészében. Amit számomra közöl ez a kép, ez lehet egy hegyvidék, vagy amit én még itt látok, egy M betű. Ennek van egy jelentősége, például a mai nap, vagy valakinek a neve kezdődik M betűvel. Én most fordítom a kávés csészét, és akkor látunk valami mást itt a képen. Ezt is mutatom neked. Ez a kép olyan, mint egy nő, aki cigarettázik. Lehet, hogy erről le akar szokni. De ez a füst, az lehet egy kiút is, hogy ez a hölgy a jelenlegi helyzetből keres egy kiútat. De még minden olyan átláthatatlan, mert látható ez a füst, ez a szürke szín, tehát időre van szüksége ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet. Én még fordítom a csészét, és megnézzük a harmadik képen, hogy mit közöl az velünk. Ez még mindig ugyanaz a kávés csésze, úgy látható, mintha eső lenne. De mi esik az égből? Vagy mondhatnám úgy is, milyen befolyások hatnak ránk. Nekem itt a Holle anyó története jut eszembe, attól függően, hogy milyen irányba tekintünk. Ez lehet arany, vagy szurok. Attól függően, milyen irányba tekintünk, milyen kapcsolataink vannak. Mi az arany Mari életét éljük, vagy a szurkos Mariét? Itt mi választunk. Persze, ezek lehetnek külső befolyások is. Segítség, vagy van valaki, aki ilyen rossz hatással van ránk. Most fordítok megint valamit a kávés csészén, és így lesz egy új kép, egy új üzenet. Ez lehet egy szív, és az utal szerelmi dolgokra, vagy mind arra, amit mi kedvelünk. Ami még eszembe jut ennél a képnél, egy kisbaba születése, a terhesség, és ott középen látok egy olyan kis fecske madarat is. Ez utalhat a tavaszra, tényleg egy kisbaba születésére, vagy arra, hogy most a tavasz folyamán lesz egy új kezdet, egy új irány, valami új születik meg az életünkbe. Ez a kép utalhat a vesére is, és a vese szimbolizálja a párkapcsolatot. Ha van valakinek vese megbetegedése, az utalhat párkapcsolatra, hogy ott vannak a témák, és emiatt beteg, de jelentheti azt is, hogy hiányzik a belső egyensúly. Én így láttam a képeket, és hogy látod te? Köszönöm, ha leírod a kommentárba. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!